Jó reggelt, sziasztok! Remélem jól látszom, hallatszom. Arkélek benneteket, hogyha figyeltek engem, akkor írjátok már be, hogy honnan vagytok, mert úgy jó látni, hogy így milyen területről követtek engem. Folytatjuk a Hogyan hozd helyre önmagad 90 nap alatt sorozatot. És ugye mindig szoktam mondani, hogy az első 90 nap az a, hát tulajdonképpen az alapozás, hogy minél jobban tudjátok a következő 90 napot véghez vinni. Ma egy olyan titkot osztok meg veletek, amit hát ugye én is csinálom ezt a 90 napot folyamatosan, és olyan titkot osztok meg, amit én is tapasztaltam, és hát egyszer együtt vacsoráztam Jim Rohnnal Los Angelesbe, és ő mondott egy érdekes dolgot, amit akkor még nem annyira értettem, de azt elkezdtem alkalmazni, és úgy is mondhatnám, hogy varázslatos dolgok történtek. Ez nem más, mint minden nap egyet haladj előre. Tehát minden nap egy picit, ha teszel azért, hogy elérd azt, amit szeretnél, akkor előbb-utóbb el fogod érni. Ez ilyen egyszerűnek tűnik, egyébként az is, csak nem igazán tudják az emberek, inkább azt mondom, hogy elfelejtik. Mert nézzétek meg, hogy ti hogy éltek úgy egész nap, miket csináltok, csináltok-e a 90 napot, és igaz-e az, hogy úgy észre sem vetted, elment egy nap, aztán hát úgy igazán nem tettél azért, hogy most előrébb menjen az üzleted, illetve azt hiszed, hogy tettél, de közben meg nem. Ugye arról szól ez a 90 nap, hogy megismerd önmagadat, téged megismerjenek minél többen, és ezt, amivel rendelkezel, tehát ezt az üzenetet, amivel rendelkezel, elvid a többi embernek. Nagyon-nagyon egyszerűen ez csak az a baj, hogy ezt nem tanítják az iskolákban. Szia Évi! Szia Bozsi! Oké, ma azt hittem, hogy nem vagytok itt, így nem láttam a jelentkezéseket. Tehát azért mondom még egyszer, hogy nagyon egyszerű ez, de csak akkor, hogyha csinálja valaki. Nézzetek meg a különböző területeket, a cukrászattól kezdve a főzés, a kőművesség, a festészet, a testépítés. Én mindig ahhoz hasonlítom, mert ugye látom a sportolókat itt nálunk, hogy edzenek, és egyetlen egy titok van náluk is, hogy minden nap egy picit tesznek azért, hogy előrébb menjen az életük. Természetesen van, amikor visszacsúszik az ember, de akkor nagyobb erőfeszítés kell, még nagyobb. És igazán az összpontosításnak a sűrítés, az, hogy minél gyorsabban érjünk el eredményt, meg lehet valósítani, de ezt tudni kell a duplikálás művészetet. És én azért szeretem a mi úgymond klubunkat, mert itt a duplikálásról van szó. Tehát ugye írjátok már ide, hogyha nem szégyellitek, hogy hány évesek vagytok. Én ugye most 55-be lépek nem sokára. Hú, de sok 2-5-ös. De azt is mondhatnám, hogy ez volt a bemelegítés. És ugye itt már nem érünk rá. Tehát tulajdonképpen itt az van, hogy 18 évesen meg úgy kísérlet ez az ember, hogy jó, egy kicsit ezt is csinálom, azt is, aztán elbugok, akkor vissza, fölállok, stb. De egy 50 pluszosan, meg még idősebben már nem érünk rá. Esetleg egyet értetek ebben, hogy úgy nem érünk rá. Hát akkor mit lehet csinálni? Kísérletezgetni? Nem. Nagyon komolyan ki kell választani, hogy mivel szeretnék én elérni eredményt, megvan-e a lépésről lépésre, hogy el tudjam érni, és aztán bele kell kőkeményen állni, és elővenni azt, hogy minden nap egy picivel többet teszek azért, hogy elérjem a célomat. Én azért szeretem a kvalifikációs időszakokat, mert nem kell gondolkoznom azon, hogy mit szeretnék elérni, kitalálják helyettem, és akkor elérjük. Mindig olyan fura, amikor úgy elindulnak a kvalifikációs időszakok, hogy úristen, te sok az a... Nálunk ilyen 900 pont, na most nem mondom el, hogy milyen pont, 900 pontot kell azért csinálni, hogy mondjuk elvigyenek. Most éppen Kairó, vagy most Mexikóba megyünk. Tehát 900 pontot kellett elérni az, hogy Mexikóba menjünk. És amikor elindult a kvalifikáció, akkor így gondolkoztam, hogy úristen, de sok ez. Mindegy, megcsináljuk. Nem tudtam, hogy lesz, de azt tudtam, hogy meg lesz. És képzeljétek el, ahogy így kiadod a parancsot az univerzumnak, valahogy köréd rendeződnek a dolgok, és jelentem, 1439 ponttal csináltam meg a 900 pontot, tehát majdnem dupla lett, tehát kicsit még kellett volna dolgozni.
Az ott a baj egyébként, hogy nem a duplázást kódoltam be. Tehát most azt kellett volna, hogy duplázást kódolni, egyébként a javaslom, esetleg eltéveszted, hogyha te is vagy ilyen kvalifikációs időszakban, eltéveszted, mi van, akkor egyedül teljesítetted, bár megvan a módja, hogy hogyan lehet esetleg a páradat is kivinni. Érdekes ez, nem? Tehát vissza az alapokhoz. Minden nap egy picit hozzátenni. Nézd meg az elmúlt napodat, vagy az előző napot, vagy az előző hetet. Mennyit tettél azért, hogy előrébb haladj? Tudom, hogy ez egy kicsit merbevágó, mert rájössz arra, hogy hoppá, nem is olyan sok mindent tettem. Vagy valaki azt mondja, hogy hát, nagy nulla. Na most bemeritek vállalni? 1-10-ig. Mennyit tettél azért, hogy előre haladj? Jelentem én 10-et. Én most nagyon oda teszem, mert van egy célom. Föl akarok venni egy nagyobb bónuszt, ami nem kevés, és ezt most egy kicsit úgy megnyomom, hogy az adott áhított időpontra az meglegyen. Na, a napsugár 9-est adott. Nézd meg az az 1. Nézd meg napsugár az az 1. Az mi lehetett? Mert azon kell mindig dolgozni. Tehát mindig a különbségen dolgozzál. Ha adtál magadnak 3-ast, akkor nézd meg, hogy mi lett volna az a 7, amivel 10-est tudnál magadnak adni. Ha nem mertél, Attila 11-est, na ez a jó. Na, ha nem mertél ideírni most számot, akkor azt nézd meg, hogy akkor lehet, hogy 0 volt, és akkor 10-et kéne csinálni. Család. Ezek kifogások. Mindenkinek van családja. Erre azt szoktam mondani, volt egy százados ismerősöm a katonaságnál, és mondta, hogy hát Vilikém, ez egyéni szoc probléma. Tehát magyarul kutyát nem érdekli, sajnos, hogy nekünk mi az egyéni szoc problémák, azon kell dolgozni. Bozsinak volt 8-as. Azért az már jó szám egyébként a 8-as. Látom is a Bozsi eredményén egyébként, elküldte nekem, hú, nagyon jó. Nyugdíjadnak a hányszorosát csináltad meg? Így írd be, légy, hogyha nem szégyelled. Jó csinálja a Bozsana. Tehát mindig meg kell nézni, hogy oké, akkor mit kéne csinálnom nekem, hogy az a hiányzó láncem. Zsani beírta 5-öst. Na nézd meg, Zsani, az 5-ös, a plusz 5, az onnan jöhetne össze. Én sugok majd mindjárt, Bozsi közben beírta, hogy 3-szorosát csináltam a nyugdíjának. Hát akkor lehet így csatszolni, hogy milyen volt az ő hozzáállása. Sokan tanulhatnánk. Szia Attila! Attila Kacsándi, te neked mennyi volt? Hogyha oda, tudom, hogy te más cégnél vagy, mennyi volt az 1-10-ig, ugye most így osztályoztuk saját magunkat, az elmúlt hétnek a vagy akár a hónapnak a teljesítménye, hogy úgy 1-10-ig, hogyha beírjátok úgy osztályzatot magatoknak. És akkor ugye a 1-10-ig, hogyha beírtál 8-at, akkor a 2 mit kéne azon? Lehet, hogy kommunikáción kéne egy kicsit változtatni, vagy... Na, hát akkor menjünk tovább, hogy még jobban mellbe vágjalak benneteket. Ezt a műfajt, amit mi csinálunk, illetve ti is, gólra játsszák, ezt tudtátok? Tehát lehet, hogy mindent megcsináltál te, de valahogy nincs meg az eredménye. Érdemes bemenni a webirodátokba, aki rendelkezik ilyennel, és nézzétek meg a BP-t, vagy a bónuszpontot, vagy kinek mi van, aki volumenponttal dolgozik, van, aki meg mit tudom, milyen ponttal. Nézzétek meg, hogy mennyi volt a múlt havi bónuszpont, és mennyire vagy megelégedve azzal? Elég a megélhetésedhez, vagy elég a luxus életmódhoz, vagy hogy hogyan lehetne azt megduplázni? Az van bajba, akinek 0, mert az hiába duplázza, az ugyanannyi marad. De nézzétek meg! Itt érdemes egyébként azt megtenni, hogy így odaírod magadnak egy cetlire, hogy ezt szeretném elérni. Most nem szeretném, hanem ez már megvan. Ezt így kell értelmezni, és ha elkezded a napi szintű, minden nap teszek érte valamit programot, akkor eléred azt az áhított, úgymond, kvalifikációt. Magadoknak is tűzzetek ki kvalifikációt. Nekem a mesterem Márkőzom azt mondta, hogy
hogy Vili, minden nap, ameddig meg nem keresed az 5000 dollárt, értékesítened kell. Minden nap. Tehát nem szabad mással foglalkozni. Tűzzetek ki magatoknak egy célt, hogy naponta mennyit akartok teljesíteni. Én annak idején, amikor ezt a céget, amit most csinálok, kitűztem, hogy legalább egy bronz, ez egy ilyen csomag nálunk, egy bronz csomag úgy eladásra kerüljön. Vagy nálam, vagy a csoportomba. És ezen dolgoztam mindig. Ha hiszitek, ha nem, minden nap megvolt. Addig nem feküdtem le, míg meg nem volt az a bronz. Ez nem egy nagy, olyan 70-80 ezer forintos csomagról van szó, tehát el lehet tulajdonképpen forgalmazni. Meg kell nézni, hogy mit kell csinálni érte. Vissza kell bontani, hogy hány emberrel kell beszélni, milyen emberrel kell beszélni, mit kell azért mondani, vagy ha ugye az olló technikát csináljátok, ezt most nem megyek bele, hogy micsoda, ha magadra tudod úgy vonzani az embereket, hogy megkérdezzék, hogy akkor mit kellene csinálni, és ők elkezdenek mondjuk egy bronzzal elindulni, nézzetek meg, hogy mit kell azért csinálni. Ha nem sikerül, addig kell a szponzorral beszélgetni, addig kell a tréningeket, ameddig meg nem történik a napi eladás. Ha ebbe belementek, hogy megtanulod a napi értékesítést, vagy úgy, hogy te adsz el, vagy úgy, hogy a csoportodnak valamelyik tagját hozzásegíted, hogy ott értékesítés történjen, akkor elindul az életed. Ha ezt nem csinálod, soha nem fog elindulni. Ez, hogy most úgy csinálod, hogy megkeresel embert, vagy téged keresnek meg, részletkérdés, amelyik neked megy. Sok-sok vita van ebből, hogy most melyiket érdemes csinálni. Amelyiket tudod. Ha nem tudod egyiket se, meg kell tanulni. Egyébként ide teszem a kérdést nektek, hogy nehéz szerintetek megtanulni ezt a szakmát, hogy magadra vond a figyelmet, vagy úgy megtanulni az emberek megkeresését, hogy az úgy sikeres legyen. Mondhatom azt, hogy gyakorlás kérdése? Persze, hogy a komfortzónán kívül van ez a dolog, de ezt gyorsan be lehet hozni, mert az első sikerélmény után ugyanazt kell csinálni, csak egyre jobban finomítani. Minden nap finomítani. Egyébként van egy jó hírem, aki benne van akár a mi rendszerünkben, akár egy másik hasonló rendszerben, már el tud adni, ugyanis saját magadnak már eladtad a dolgot, tehát megvetted. És itt vissza kell boncolni a dolgot, hogy miért is csatlakoztam én az adott közösséghez. Írjátok ide, hogy ti miért csatlakoztatok. Mert tulajdonképpen ezt a választ kell a leendő partnereteknél elérni. És akkor elkezd azt gondolkozni, oké, milyen kérdéseket kell feltenni, hogy ezt a választ kapjam. Az, hogy odaírod, hogy alázat és kitartás, ez egy részletkérdés. Ez olyan, mint a, hogy most dajerolt hajam legyen, vagy rövid hajam, vagy hosszú, tehát ez egy olyasmi. Persze kell hozzá, de a gyakorlás, és ha igazán értéket képviseltek, már pedig biztos, hogy az, nézzétek meg, hogy mi az az érték, amit képviseltek, igaz-e az, hogy van-e annak piaca, akkor csak annyit kell, hogy azt a közeget megteremteni, ami ahhoz kell, hogy igent mondjon az adott partner jelölt. Na most itt van egy érdekes dolog, hogy tehát ennek a tréningnek az a cím, hogy minden nap tegyél valamit azért, hogy egyre több olyan ember gyűjjön köréd, aki hisz neked, magyarul a bizalmi híd kialakítása. Én elárulom nektek a titkot, hogy én ezzel nyertem annak idején, mert azt mondta a mesterem, hogy figyelj, tök mindegy, még akkor nem is ismertem azt a céget, amiben most vagyunk, tök mindegy, mindig a bizalmi híd van először. Ha nincs a bizalmi híd, soha nem fognak neked hinni, bármit mondasz, vagy nem hiszik el, vagy nem leszel szimpatikus, vagy tehát valami olyan lesz, ami miatt nem fognak hozzá csatlakozni. De ha megvan a bizalmi híd, akkor az semmit is el tudod adni. Volt erre példa egyébként Dave Wood, egy Empire Network alapító annak idején, bemutatta egy előadáson, ahol olyan 400 ember volt, hogy egy olyan marketinget mutatott, ami nagyon-nagyon vonzó volt, nagyon komoly terméket, még mindent tartalmazott, és ott kellett regisztrálni és fizetni. És ez egy ilyen, azt hiszem, hogy ilyen 4000 dolláros történet volt.
És a tréning végén kiderült, hogy semmi nem igaz az egészből, csak megmutatta Dave, hogyha jó a kommunikáció és jó a bizalmi híd, márpedig a Dave-nek nagyon jó volt a bizalmi hídje, beregisztrálta. Természetesen mindenkinek visszautalták a kis dollárját, de bemutatta azt, hogy ha jó a bizalmi híd, szinte bármit el lehet adni. Most ez a bármi azért, hogyha ti is benne vagytok egy rendszerbe, ha ez egy jó dolog, ha esetleg az emberek életét tudja megmenteni, akkor nem olyan nehéz piacot találni rá, de a bizalmidat nem fogja senki megúszni, és a bizalmidnak a legelső és legfontosabb része az, hogy rajtad, tehát magadon legyen egy sztori, vagy ismerj olyan embert, aki rendelkezik az adott sztorival, vagy sztorikkal, és ővele már meg tudod mutatni bárkinek, hogy mit lehet elérni. Nem megyek bele a részletekbe, mert nem lehet így nyilvánosan, de biztos tudjátok, miről beszélek. Tehát azért mondom, hogy ha naponta, 90 napos programban csinálod, hogy előrébb menj egy nap, mindig az eladásban először, akkor el fog jönni az idő, amikor minden nap lesz eladásod, mert ezt vonzod be, minden nap lesz a csoportodban is eladás, és eléred azt az áhított életstílust, amit szeretnél. Most itt vannak sokan meglőve, hogy nem is tudják, hogy mi az az áhított életstílus, és innentől kezdve nincs mit visszabontani, nincs miért harcolni, nincs miért minden nap tenni valamit, és meghal az egész dolog. Tehát ezért van egyébként, hogy kevesen érik el azt az áhított életstílus, mert nem is tudják. Egyébként megkérdezem, ti tudjátok, hogy mit szeretnétek? Hogy hogyan szeretnétek érezni magatokat az állami élet stílusba. Ezt nem tudod, akkor gyorsan döntsd el, és kezd el minden nap hozzátenni azt a picit, amiből utána lesz egy nagy egész. Ezért csináljuk a 90 napokat, ami közben ezt megtanulod. Kell hozzá egy mentorprogram, egy mentor, tanulói közösség, sok-sok gyakorlás, újra tervezés, de minden nap tenni kell érte. Úgyhogy ez az egyik olyan titok, amit amikor én rájöttem, azt mondtam, hú, akkor ezt csináljuk, mert nem egy nagy durranás ez, csak mégis csinálni kell, és megjön az eredmény. Én azért szoktam naponta küldözgetni nektek bizonyos számokat, hogy lássátok, hogy hiteles a történet, tehát meg lehet csinálni. Úgyhogy hát én így szerettem volna egy pénteken így hirtelen, így leforrázásként adni nektek. Remélem tudtam értéket adni. Ha igen, akkor osszátok meg ezt a videót, ha nem, akkor is hát, ha eljut olyan helyre, ahol majd használt veszik. Úgy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, nyomjátok meg a csengőt, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!